vezetni. Egyre több a baleset, egyre türelmetlenebbek az emberek, ezért is fontos minden olyan lehetőséget megragadni, amikor a baleset megelőzésre felhívhatják a figyelmet, emelte ki a Városi Balesetmegelőzési Bizottság újraalakuló ülésén Cegléd rendőrkapitánya. Vannak elképzelések ebbe az évben is a rendezvények tekintetében. Én azt kérem itt a bizottságtól, hogy segítsétek ötletekkel, illetve egyéb más támogatással is a munkánkat, hogy kicsit felpörögve, új innováció bevezetésével eredményesebben tudjuk működtetni ezt a bizottságot, és érezhetővé váljon az is, hogy a térségben a baleseti helyzet is javulni fog. A város legnagyobb munkáltatója az Infineon is csatlakozott a bizottság munkájához. Minden új tag új lehetőségeket is jelenthet, hogy még eredményesebb legyen a munka, hangzott el az ülésen, amelyen részt vette a Pest megyei rendőrfőkapitányság csoportvezetője Nátházi Brigitta is, aki elismerően szólt a Ceglédi bizottság munkájáról. A Ceglédi Városi Balesetmegelőzési Bizottságnak a munkája kimagasló a Vármegyében, mondhatni az egyik legjobb. A bizottságot ugye a Zsani koordinálja, a tagokat ő mozgatja, ő itt a vezető rugó az egészben. Úgy gondolom, hogy azok a gondolatok, amit mi közvetítünk feléjük, illetve azok az irányvonalak, az minden esetben megvalósításra kerülnek. Számos olyan program van, amit mi kérünk, vagy együtt hajtunk végre, vagy pedig csak rájuk bízva, de maximálisan végrehajtásra kerül. Idén is kiemelt egy konkrét célt az Országos Rendőrfőkapitányság. Most a biztonsági övé és a gyermekbiztonsági rendszerek használatára szeretnék még jobban felhívni a figyelmet. Egy nemrég készült kutatás szerint ugyanis összesen két ország van, ahol még nálunk is kevesebben használják ezeket. Ezek Bulgária és Olaszország. Nagyon elszomorító a helyzet. Vannak olyan tapasztalataink, amikor egy hátsó utas azt mondja a lakott területen belül, hogy miért itt is kell használni. Én úgy gondolom, hogy a jogszabály ismeret mindenki számára nagyon fontos, aki autózik, aki autóban ül, illetve autót vezet. És fontos, hogy egyáltalán mi foglalkozunk a saját testi épségünkkel. Ám az sem másodrendű, hogy másokéval is, hiszen talán sokan nem tudják, de ha mi nem vagyunk bekötve, akkor egy mellettünk biztonsági övvel bekötött utasnak mi magunk is okozhatunk halálos sérülést. A bizottság ülésén azonban természetesen egyéb más témákról is szó esett, például több idei rendezvényről, hiszen újra lesz autómentes nap és egy rendhagyó családi vetélkedőt is szeretnének szervezni majd szeptemberben.